bíróság az eljárás alá vont személyeket egyenként fogja szólítani utolsó szójogán, kívánnak-e valamit előadni. Sorban haladunk akkor. Hernádi Zsuzsannát megkérem, hogy álljon fel. Első rendben eljárás alá vont személy utolsó szójogán kívánnak-e valamit előadni. Köszönöm szépen, teljesen egyetértek. Változatlanul fenntartom, hogy semmiféle szabálysértés és jogszerűtlen dolgot nem követtünk el. Éltünk a szólási szabad véleménynyilvánítás szabadságával, amiben viszont a rendőrség és az egész kivitelünk és ez az egész jegyzőnői hozzáállás és minden mélységesen sértett emberi és szabadságjogunk van. Úgyhogy én viszont perrel fogok élni a magyar rendőrség, illetve a jegyző intézkedéssel szemben. Legyen bármi is itt az ítélet. Köszönöm szépen. Köszönöm. 32 millió. Annál többet nem szeretnék, mint amit a vallomásomban mondtam, az itt elhangzott vallomásomban, amit fenntartok tovább. Csak megerősíteni szeretném, hogy semmiféle törvénysértés nem követtem el, ellen nem követett el az állam és a hatóságok törvénysértést. Szeretném megerősíteni, hogy fenntartom mindazt, amit a vallomásomban elmondtam, és sem a közbiztonságot, sem a belső rendet az állításokkal szemben én nem veszélyeztettem. Fenntartom a vallomásomat, és köszönöm szépen. Vallomásomat fenntartom, és maximálisan egyetértek az ügyvéd úrnak a védekezésében. Magyar Fruzsina tizedrendű eljárás alá személy utolsó szójogán kívánok még valamit. Mindent elmondtam a tárgyalás során. Nincs Imre Endre tizedrendű eljárás alá volt személy. Igen, szerették. Tisztelt bíróság, a újkori demokráciának egyik a véleménynyilvánításnak a szabadsága. Erre vonatkozóan létrejött a közös európai Strasbourg-i emberjogi bíróság, amelyik elvi éllel határozta meg azt az alapjudíciumot, hogy ez olyan erős alapjog, hogy semmilyen más törvényes jog alapján nem lehet korlátozni. Tehát annál demokratikusabb egy ország, minél nagyobb mértékben biztosítja a véleménynyilvánításnak a szabadságát. Az itt lévő személyek, valamint több száz más személy, aki több mint 130-szor ment el, hogy a véleményeit kinyilvánítsa, és elment egészen addig, hogy vállalja a fizikai inzultációt is, igazságának a tudatában, ez óriási erőt jelentett. Én büszke vagyok, hogy szerény módon részt vettem erre, és hogy ezt elmondtam előtt, hogy ez a kitűnő társaságban részt vettem. Úgy gondolom, hogy mindaz, amit tettünk, azt a magyar társadalom, a magyar nemzet, a magyar emberek és az áldozatok emléke előtt sok millió magyar áldozata volt az elmúlt évszázadnak, aminek valóban méltó, közös akarattal történő megemlékezését és emlékezett politikáját kellene biztosítani. Ez nem történt meg. Ezzel szemben erőszakkal torz mentalitást próbáltak átnyomni a nemzetnek a torkán, ez ellen léptünk föl. Mondom, büszke vagyok arra, hogy ebben részt vettem, és nem, hogy nem büntethető az, amit tettünk, hanem igenis példát kell adnunk mások számára, hogy akár milliók így cselekedjenek. Köszönöm. Nagy szeretet. Vagy ne vállalom a büntetőt, hogy megtudom. Még egy
még egyszer nem szeretném figyelmeztetni az eljárás alanyi személyeket, vagy a tárgyalás rendjét. Nem sérthetek, nem zavar. Anglanusz Tamás né, 12-re. Valóvásom azt fenntartom, ügyvédül helyettem elmondta, mint kell, és köszönöm Mécs Imrének ezeket a szép szavakat. Kapukári György Gábor, 13-re. Nagy könnyű dolgom van, csak csatlakozom Mécs Imrének. Én is csak megköszönöm Mécs Imrének, meg ügyvédülnek a szavait most. A vallomásom és a beadványa beírókat fenntartom. Következőben a ügyvédőjét kiegészítve, hogy a rendőri végrehajtást egy kicsit sántított ebben a részben, ezzel szeretnék hozzászólni, mert joga lett volna a parancsnoknak felette lévőt értesíteni. Azon kívül, míg első fényszerűen után elhagyja a helységet, visszajön, gondolkodási időt. Itt minden abszolút össze-vissza rosszul csinált, ez maga a parancsok. Vejsz alezeresre vonatkozik, és innentől kezdve kikérjük magunknak mi semmiféle se szabálysé, se eljárás, semmit. Mi egyetlen egyet képviselünk, szeretett hazánkért, a negyedik köztárs és a demokratikus jogokért küzdünk. Köszönöm meg valamit. A bíróság határozott azon céljából visszavonul, megkérek mindenkit a termékteremben, hogy fáradjanak ki. Ezért nyilván hosszadalmas lesz nekem, tehát le kell írnom a határozatot. Úgyhogy most van 13 óra 50 perc, fél háromnak kérdem, hogy fáradjanak vissza, aki természetesen megkívánja a hosszadalmat. Több mint 40 perc.